Tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik ezt a rövid videóriportot látják, vagy látni fogják. M. Tóth Géza vagyok, és mint a Stuttgarti Magyar Kulturális Intézet relatív gyakori vendége, kaptam egy nagyon kedves megkeresést, hogy két rövid válaszban, két kérdésre próbáljak felelni. Jelesül ezekre a kérdésekre, hogy milyen emlékeim és kapcsolatom van a Stuttgarti Magyar Kulturális Intézettel, illetve, hogy mit gondolok a kultúrának, a művészetnek a szerepéről ezekben a nehéz, a korábbitól eltérő, bezárt időszakokban. Nem tudom függetleníteni az első kérdésre adott válaszban magamat attól, hogy a Stuttgarti Magyar Kulturális Intézetet együtt kezeljem a várossal, sőt magával a tartománnyal, és ha így tekintem, akkor egyetlen rövid válaszsal azt mondhatom, hogy én itt otthon érzem magam. Otthon érzem magam Baden-Württembergben, Stuttgartban és az intézetben is. Valamikor az 1700-as évek közepén, második felében én ősapámban innen indultam útra Magyarország felé, és az ő sok-sok generációs stuttgarti, württembergi szokásait, temperamentumait egészen biztos, hogy hordozom, és a génjeimben őrzöm, és valószínűleg ennek is köszönhető, hogy én érzem, értem az itteni gesztusokat, magaménak érzem az itteni ritmust, léptéket, ismerem és kedvelem az itteni ízeket, illatokat, minden olyan részletet, ami meghatározza, hogy az ember egy adott helyén a világnak jól, vagy valóban otthon érzi-e magát. De persze, ahhoz, hogy tényleg otthon érezzem magam, és hogy bárhányszor jöttem ide, mindig azt éreztem, hogy otthon vagyok, ahhoz természetesen szükséges volt, és szükséges a házigazdák, jelesül az intézet házigazdáinak, elsősorban Dezsőnek, Bernadettnek, Klaudiának a szívélyessége, nyitottsága, és persze mindehhez a menedzseri, szervezői, szakmai maximalizmus, a profizmusa is, és mondhatom, hogy akármikor az intézetben jártam, és a vendégszeretetét élvezhettem, tényleg mind szakmai és mind emberi szempontból a legtöbbet kaptam, és hát nagyon remélem, hogy ez a kapcsolat mind az én, mind az intézet épülésére a jövőben is megmarad. A második kérdés egy picit talán nehezebbnek tűnik, hogy mi a kultúrának, a művészetnek a szerepe ezekben az időkben, de arra gondolunk, hogy tulajdonképpen a kultúra értéke az független az idők, a korok nehézségétől, normális vagy abnormális voltától. A kultúra, azt gondolom, az emberek akármennyire kicsi, de valamiféle közössége által létrehozott magas és egyre magasabb szintre törő harmóniája. Érdemes Vörös Sándornak nagyon szép arszpoétikáját, alkotói vagy kultúremberi arszpoétikáját fölidézni, aki valahogy így ír, hogy létrehozni a velem született és a szerzett képességektől telhető legjobbat, ha cipőt szegelek, ha fát ültetek, ha verset írok, ennyit kívánok önmagamtól. Talán a cipőszegelésről és a faültetésről ritkábban gondolkodunk úgy, mint a kultúra fontos elemeiről, a versírásáról talán gyakrabban, pedig hát hogy ne lenne a kultúra rendkívül fontos része, hogy egy cipő hogy van szegelve, hogy egy fa hogy van ültetve. Ha egy cipő úgy készül, hogy abban összegződik mindaz a tudás, mindaz a szakmai alázat, magának a kalapálásnak, a ritmusának a harmóniája, hogy az azzal az
azzal az attitűddel készül, és azzal a harmóniával van megélve, hogy azzal a felelősséggel, amit egy cipő készítése és majdani viselése jelent, vagy egy faültetés, egy ültetőgödör, a talaj előkészítése, a fa kiválasztása, a fa helyének a kiválasztása, amely döntéssel évtizedekre, vagy akár évszázadokra meghatározunk egy kertnek, vagy egy parknak egy nagyon fontos képi elemét. Ezekről nem lehet máshogy gondolni, azt gondolom, mint kulturális tettekről. Természetesen a versírásról a szavak, a mondatok, a sorok, a versszakok mikéntjéről, ritmusáról, belső szerkezetéről, rím modelljéről vagy szerkezetéről evidensebben gondolunk, vagy gondolkodunk úgy, mint kulturális cselekedetről. De azt hiszem, hogy érdemes Vörös Sándortól tanulni, és Vöröstől kapni a választ a kérdésre. Most is a bezártság idején is tulajdonképpen a kultúra minden, ami a vele született és szerzett képességektől telhető legjobbra tör, időbeosztásban például. Hogy a napunknak megvan-e az a fegyelmezett ritmusa, amitől azt érezhetjük, hogy minden nap egy tudatosan megélt, komoly, szép történet. Vagy az, hogy el tudnak-e válni okosan a hétköznapok és a hétvégek, az ünnepes hétvégek. Az, hogy mikor eszünk, mikor iszunk, mikor nem eszünk, mikor nem iszunk. Az, hogy felöltözünk-e időközönként szebb ruhába, és a többi, és a többi. Tulajdonképpen a kultúra ebből a tekintetből igen fontos, hogy nem a békeidők luxusa, hanem egy olyan általános szükséglet, amely nélkül sem a normálisnak tekintett napokban, sem pedig a veszedelmek idején, vagy az abnormális időszakokban nem tudnánk megmaradni azoknak, akiknek magunkat hinni gondoljuk, vagy hinni szeretnénk. Ezt gondolom ezekről a kérdésekről, és mindenkinek derűt, harmonikus, kultúrával teli hétköznapokat és ünnepnapokat kívánok, és persze mindenek előtt jó egészséget. Viszontlátásra!